Vízleeresztésről tudni kell, hogy a pince lépcsőnél van, készíti az ember, hogy ha azt a csapot kinyitom, akkor legyen valami edény vagy elfolyási lehetőség a leeresztett víznek. Amikor az meg elő van készítve, akkor átfordítom a leeresztő csapot. Ez azt jelenti, hogy tovább a melléképületekbe már nem megy víz, víznyomás, viszont errefelé elindul a leeresztődés. Akkor a melléképületekben az összes vízcsapot azt kinyitom, hogy levegőt tudjon utána szívni, és hogy jobban tudjon folyni ez a leeresztett víz. És hát persze közben ellenőrizgetem, hogy hol van, azok a kinyitott csapoknál lehet, azoknál lehet hallani, hogy szívja be a levegőt, hogy helyet ad a víznek. Uh-huh. És akkor addig, amíg csak a csöpögés el nem áll, addig így hagyni, hát utána visszazárni. A pincei leeresztő csapot, ez tavaszig, ebben az állapotban kell hagyni, azt nem kell visszazárni, hiszen akkor megint rámegy a víznyomás. Uh-huh. Tehát ez ebben az első műveletben, ahogy átállította az ember, úgy hagyja tavaszig. A többi helyen a vízcsapokat, azokat aztán, ha sikerült a leeresztés, akkor azt elzárja az ember. Vége. Jó. És mikor vissza kell kapcsolni, akkor hogy megy? Hát akkor megnézem, hogy az összes csap zárva van-e, a kézmosónál, a WC-nél, a csempeszelepek, a mosogatónál, hogy ott minden zárva legyen, és akkor a pincében, a pince lépcsőnél ezt az úgynevezett leeresztő csapot átfordítom ellenkezőleg. Ez azt jelenti, hogy rámegy a víznyomás a rendszerre. Uh-huh. Utána megnézem a kézmosónál, meg a WC-nél, hogy működik-e, odaérte a víz, és rendesen folyik-e. És ennyi? Ennyi. Köszönöm.